A ma esti Maflashban a vendégem Király Linda. Remélem, hogy nagyon izgalmas dolgokról fogunk beszélgetni, mert mielőtt elkezdődött volna a forgatás, a fotós dolgozott egy keveset, fotózta a Lindát, meg engem, és a Linda elárult valamit. Szabad felidéznem? Hogyne, nyugodtan. Azt mondtad, hogy, hogy a zene nagyon sokáig egy menekülés volt. Belemenekültem a zenébe, így van. Azt szeretném megkérdezni tőled, hogy mi elől menekültél? Ez egy nagyon hosszú és összetett dolog. Én egy nagyon furi, kis, duci kislány voltam Amerikában, aki nem igazán találta a helyét. Nem igazán úgy gondolkodtam úgy, mint a többiek, valahogy nem tudtam beilleszkedni igazán, és amikor előjött az, hogy a zene van az életemben, és elkezdtem énekelni, és azt látom, hogy másképp figyelnek rám, vagy másképp bánnak velem, és bekerültem úgy egy olyan közegbe, ami egy ilyen kreatív közeg volt, akkor éreztem azt, hogy na ez az én kis burkom, én itt jól vagyok, és itt senki nem tud bántani. Ki bántott az előtt? Sokan. De ez egy folyamat, hát az emberek mindig küzdenek valamivel. Ez része az életnek. Nekem az volt a biztonsági pont. Uh-huh. Mikor fogalmaztad meg, hogy a menekülés nem jó? Én szerintem ezt már akkor is tudtam, hogy ez nem egy egészséges hozzáállás. Bár jól esett. Tehát, hogy jól esett, hogy legalább megtaláltam egy olyan pontot, ahol le tudtam nyugodni. Úgyhogy megmagyaráztam magamnak, hogy ez így jó. Ez így egészséges. Ez jó lesz így. Majd felnövök is, minden oké lesz. Csak hát ugye egy idő után ez így megmarad az emberbe, hogy azt a kis védőburkot nem akarod így elengedni, és amikor biznisz lesz ebből a védőburokból, akkor egy kicsit átváltozik minden. És az egy ilyen sokkoló hatás tud lenni. A menekülésnek mi lett az ára? Sok minden olyan szempontból, hogy én nagyon-nagyon sokáig inkább lenyeltem dolgokat, és tűrtem, és aztán jöttek fizikai tünetek, amikor már szólt a testem, hogy ezt így nem lehet már kezelni. Úgyhogy igen, de ez is egy hosszú folyamat volt, és nagyon-nagyon sok időbe telt, mire ezt felfogtam, hogy lehet, hogy én konkrétan magamnak ártok ezzel. Hány éves vagy most? Most voltam 38. És mikor fogalmaztad azt meg, hogy ezt lehet, hogy nem jó, sőt biztos, hogy nem jó? Már nagyon korán. 20 éve? Hát igen. 15? Hát én szerintem, amikor el is indult a karrierem Magyarországon, akkor körülbelül 16-17 éves voltam. Ugye eleve sokkoló volt az egész helyzet, mert akkor jöttünk Magyarországra, anyukám beteg volt, új nyelv, új kultúra, minden nagyon új volt. Bíztam abban, hogy az a zenei burok az még meg tud védeni, tehát bármi is volt itt változás körülöttem, akkor legalább a zene volt az, ami így stabil. De az se úgy volt. Egy új iskolába kerültem, ahol nem úgy tanítottak, mint kint, ahogy nem úgy álltak hozzám, akkor voltak előítéletek, mert hogy én kintről jöttem. Tehát sok minden volt így egyszerre, és nagyon-nagyon hirtelen futottam be. És akkor ezt az egészet így feldolgozni, meg megérteni nagyon-nagyon nehéz volt, de már akkor tudtam, hogy az a hozzáállás nem fog működni hosszú távon. Hogyan kezdtél el kimászni belőle? A menekülésből? Nagyon-nagyon sok önmunka, vagy önfejlesztés, meg... Segítségkérés volt? Volt. Mindent kipróbáltam, ami létezik. Kinezológiától kezdve mindent kipróbáltam. Szerintem nagyon fontos, hogy mindenki megtalálja a saját magának megfelelő utat. Én tudtam nagyon korán, tehát még a fizikai tünetek előtt is tudtam, hogy ez nem lesz jó így. Mik voltak a fizikai tünetek? Hát nekem kialakult egy agyalapi mirigyes adenoma, egy hormonfelborulás, alvászavar, tehát mindenféle volt, ami jelezte, hogy
hogy itt valami nincs rendben. De már azelőtt tudtam, hogy ez nem az az irány, ami jó lesz nekem. És már akkor elkezdtem keresgélni, de kellett nekem az a nagyon-nagyon-nagyon drasztikus mélypont, hogy azt mondjam, hogy na, akkor most itt elég, és most változtatok az életemen, őszinte leszek önmagammal, mert nagyon-nagyon könnyű elhitetni magunkkal, hogy minden oké, amikor mégsem. Szembenéztem magammal, és úgy döntöttem, hogy akkor bármennyire ijesztő, rálépek erre az útra, bármennyibe is kerül olyan szempontból, hogy idő, meg energia, meg fájdalom, és haladok egy irányba, mert ez már nem volt jó. Mikor fogalmaztad meg, hogy egy adott pillanatban nemet mondani fontos? Még mindig ezzel küzdök. Igen? Nagyon, nagyon. Nehezen megy? Nehezen megy. Mindig is volt bennem egy pici ilyen, hát most ezért nem mondhatok nemet, és nem akarom megbántani, és azért, tehát mindig volt bennem egy ilyen, meg egy enyhe, hogy mondják azt, hogy FOMO, fear of missing out. Nem tudom, mi ez a, van egy ilyen mondás-e magyarul egyáltalán, hogyha eszembe jut, akkor mondom. Tehát, hogy nehéz nemet mondanom. Mindenkinek jót akarok, mindenkinek segíteni akarok, nem akarok csalódást okozni. Úgyhogy én ezzel küzdök néha, de most már sokkal jobban megy. Én sok ilyen emberrel találkoztam, akik azt mondják, hogy nem akarnak fájdalmat okozni a másiknak, de mögött valójában nagyon sokszor teljesen más attitűd van. Na? Mint például? Hát mint például, hogy látszólag ez egy szép dolog, hogy nem akarok a másiknak fájdalmat okozni. De mi van, hogyha emögött inkább az van, hogy én nem merem önmagamat megmérettetni az adott helyzetben. És a másikkal takarózok. Hát, biztos, hogy még fiatalabb koromban volt benne ilyen is, meg egy enyhe megfelelési kényszer, de szerintem most már másképp állok hozzá. Tehát azért azóta nagyon sokat fejlődtem, szerencsére, meg dolgoztam is rajta rendesen, de persze, biztos, hogy volt benne ilyesmi. Abszolút lehet. Csinál. A 100-as skálán, ami a jólétet jelenti, nem a fizikális, hanem a belső jólétet, te hova teszed most önmagad? Ingadozó. Van, amikor már úgy érzem, hogy 80%-nál vagyok, van, amikor olyan nap van, ahol 40. Tehát, hogy, de szerintem ez normális. Tehát, hogy az ember tényleg rálép egy olyan útra, hogy dolgozik önmagán, és tényleg őszinte, akkor lesznek ilyen hullámvölgyek szerintem. Hát az egész életem mindig egy ilyen hullámvasút volt, úgyhogy hozzá vagyok szokva. Van olyan dolog, amitől félsz? Sok mindentől féltem. Egyébként ez az év volt pont olyan érdekes, hogy számtalan olyan helyzetet rakott elém, ahol szembe tudtam nézni bizonyos félelmekkel. Tehát, hogy én hiszem azt, hogy ha valami éppen dolgozunk, akkor megmutatja nekünk a világ, hogy mi az, amire fókuszálni kell. Az egyik ilyen volt nekem, azt hiszem 2 vagy 3 évvel ezelőtt volt, hogy úgy döntöttem, hogy ahhoz, hogy én változtassak, akkor nekem drasztikus változtatás kell az életembe, és le kell szinte nullázni magam. Kiléptem a 10 éves kapcsolatomból, vőlegényem volt, tehát mindent nulláról akartam kezdeni. Az egy nagyon-nagyon nagy félelmem volt, tehát én nem szerettem, vagyis féltem az egyedül léttől. Én 16 éves korom óta mindig hosszú kapcsolatban voltam, tehát 8-10 éves kapcsolatokban. Én soha nem voltam egyedül, soha nem voltam szingli. Nyilván volt benne egy olyan is, hogy egy olyan szakmát, mondjuk az, hogy egy olyan szakma választott engem, ami hullámvasút, ami nem annyira biztonságos, és nekem fontos volt, hogy egy valami stabil pont legyen az életemben, nekem a kapcsolat volt mindig az. De úgy éreztem, hogy ezt most fel kell rázni. Tehát akkor már nem voltál belé szerelmes? Nem az, hogy nem voltam belé szerelmes, csak én már annyira úgy éreztem, hogy olyan állapotban vagyok, hogy ha nem változtatok, akkor itt vége. Tehát, hogy én nem tudom, mi lesz velem. Ez már csak rosszabb lesz.
és úgy éreztem, hogy ez nem fair vele szemben sem. A mai napig tök jó barátok vagyunk, és szerintem az egy óriási dolog, tehát az egy olyan ember igazán szereti a másikat, amikor tudja, hogy ezt, hogy el kell engedni ahhoz, hogy fejlődjön és jobban legyen. Tehát nem az volt, hogy nem voltam szerelmes, csak egyszerűen már nem, én nem voltam jól, és muszáj volt őszintének lennem. Uh-huh. És utána mi lett? Hát sok változás. Ugye elindult nekem az az út is, hogy az egészségemet helyre rakjam. Abban is sok lépést tettem, csomót fogytam. Még van mit, de legalább elindult. De nekem a legeslegfontosabb része az volt, hogy a belsőt kezeljem. Mert tudtam nagyon jól, hogy ha most nem kezelem ki, akkor ugyanez a helyzet újra és újra és újra elő fog jönni. Mikor volt ez a tabula rasa? Ez a tiszta lap? Lassan 3 éve. 3 éve. Lassan, igen. 2,5. Valahogy így. 2,5. Igen. És miközben dolgozol, és jönnek a félelmek, mit kezdesz a félelmekkel? Hogyan kezeled? Hát mindig másképp. Nekem a meditáció nagyon sokat segített, sok mindenben. Aztán elkezdtem egy olyasmit, hogy autogén tréning, az is egy ideig segített, meg csinálom is. Sportolok, elmegyek kutyázni, tehát hogy mindig keresek valamit. Nekem nagyon fontos, hogy változatos legyen az, amit csinálok, ami kiráz, meg kirángat egy olyan helyzetből, ami félelmet okoz. De az volt a lényeg, hogy szembenézek vele. Most is jött egy olyan felkérés. Én nagyon nem szeretem a versenyhelyzeteket. Tehát én írtózom az egésztől. Én miért? Nem tudom. Én nem azért lettem zenész, én nem akarok megméretkeztetni. Igen. Így van. Tehát nekem a zene az arról szól, hogy egy adott érzést, energiát átadjunk egymásnak, és ez boldogságot, örömet, mind tök jó. Csak hogy én nem szeretem azt a részét. És jött egy felkérés, hogy egy ilyen versenyhelyzetben legyek benne, és úgy voltam vele, hogy ha törik, ha szakad, megcsinálom. Tehát, hogy most sok ilyen helyzet volt, ahol bele lettem dobva a mély vízbe, és képes voltam végre szembenézni vele. És mindig nem mondtad, hogy mitől félsz? Azt mondtad, hogy sok hát minden, de mitől? Egyedüllét. Az egyik volt. De volt. Nem, ez előjön néha. Most is? Persze, néha előjön, de van, amikor meg tök jól vagyok, tehát érzem, hogy haladok, de ez nem, tehát ez nem mindig van úgy, hogy most így megjavultam és kész. Azon kívül, hogy sokáig volt bennem egy ilyen nagyon-nagyon furcsa dolog, hogy nehogy hogy kiderüljön, hogy igazából én nem is vagyok egy annyira tehetséges ember, és közben tudom, hogy ez nem így van, tehát hogy nem arról van szó, csak hát nekem van egy ilyen önbizalom hiányszerűség gyerekkortól, ami néha-néha előjön. Uh-huh. Igen. Öregedés? Attól nem. Hogy nem lesz családod? Attól sem félek. Az az igazság, hogy én valahogy mindig is tudtam, hogy nekem lesz. Lesz. Biztos vagyok benne. Azt, hogy mikor, meg hogy hogyan, azt nem tudom feltétlenül, de tudom, hogy nekem lesz családom. Az biztos. Miért van ez az ingadozás? Mert hogyha 80-as napod van, akkor miért lesz 40 egy idő után? Nem mit tudom. Mi befolyásolja? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nem tudom feltétlenül mitől. Vannak szerintem mindenkinek néha gyengébb napjai, amikor másképp fogja fel, vagy másképp kezeli a dolgokat. De miért? Hát ez... Mert hogyha jól vagyok, akkor igen, következő nap valami varázsütés, és akkor 40%-os leszek? De ez nem varázsütés. Időjárás, vagy... Ki tudja, lehet. Szembesülök azzal, hogy... De mivel? Én szerintem nem így van. Én szerintem, hogy ha valaki azt mondja magáról, hogy ő 100%-osan jól van, és mindig jól van, az nem mond igazat. Mert emberekből vagyunk, és mindig lesznek ilyen ingadozások, szerintem. Ingadozások mindig lehetnek, de hogyha odafigyelve élsz,
figyelve az aktuális pillanatra. Igen. És tudván azt, hogy mindaz, amit te egykor nem tettél meg, most megteszed, akkor ez eredményezi azt, hogy miért ne éreznéd jól magad a bőrödbe. Mert itt a kérdés az, mihez viszonyítasz? Magamhoz szoktam viszonyítani. Melyik állapotodhoz? Nyilván a jóléthez szoktam viszonyítani, és hogyha éppen van egy olyan napom, ahol nem úgy vagyok, akkor tudom azt, hogy valamit kell csinálnom, hogy visszamásszak oda. Emlékszel arra, hogy milyen állapotban voltál, amikor 2,5 éve elkezdted menedzselni az újrakezdésedet? Akkor hány százalékos lehettél? Akkor szerintem 10, örültem. 10. Most én is nagyon emlékszem arra, hogy amikor fiatal orvosként elkezdtem a pályámat, hogy mennyi bizonytalanság és félelem volt bennem, de én mindig oda viszonyítok. A 10-hez. Nem ahhoz, hogy amikor jól vagyok. Hát, mivel hogy már megéltem azt, hogy milyen az a százalék, akkor nekem, mivel hogy az frissebb, az könnyebb ahhoz viszonyítani. De hogyha nem felejtjük el, hogy honnan indultunk el, azt akkor az felejtjük. Aktuális állapot az mindig sokkal jobb. Jobb. Ez tény is való. Sokkal jobb, mint az, ami ott volt. Ez igaz. Ez igaz. Tehát akkor meg, hogyha oda viszonyítok, az azt jelenti, hogy mindig jól vagyok ahhoz képest. Hát ahhoz képest, igen, ahhoz, persze. Ahhoz jó, igaz, oké. Okay. Elfogadom. Te pessimista vagy? Nem, az optimista? A durva, hogy nem. Nem, én szerintem optimista vagyok. Optimista, akinek vannak néha kis mély zuhanásai. De nem pessimista, tehát hogy nem úgy nézek mindenre, hogy úristen, itt a világ vége. De meg kellett tanulnom őszintének lenni magammal. Mert én nagyon sokáig elhitettem, hogy jól vagyok, nyelem, nincs semmi gond. Tehát, hogy nekem az is része volt a saját kis utamnak, hogy tanuljak meg tényleg őszintén azt mondani, hogy most éppen szarul vagy, Linda. Tehát, hogy... Igen. A családod hogy vette ezt a önmagadhoz történő, megváltozott hozzáállást? Nyilván nagyon támogatnak, és örültek, hogy elkezdtem magammal foglalkozni. Nem feltétlenül értették minden egyes döntésemet, mint például kilépni egy 10 éves stabil kapcsolatból, de ez az én utam. Tehát, hogy ők annyit tudnak tenni, hogy ott vannak, mint a kis szurkolók, hogy itt vagyunk, szeretünk, hogyha hátra esel, itt vagyunk, de más dolguk nincs szerintem ezzel. A nemetmondás irányukba megy? Azon is már szépen dolgozom. Kinek megy inkább nehezebben? Nyilván apu. Miért? Miért? Mert van egy összetett fajta kapcsolatunk, nyilván volt sokáig egy munkakapcsolat is, ugye apa-lánya kapcsolat, nagyon hasonló természetűek vagyunk, mind a ketten tüzes, meg megvan a kis véleményünk dolgokról, úgyhogy ezért ez ilyen picit komplikáltabb vele kapcsolatban, de közben mind a ketten imádjuk egymást, tehát hogy neki is óriási szíve van, nekem is, és nagyon szeretjük az egész családot, meg egymást is, csak hát vannak ilyen dolgok. A nemetmondás szerinted miért fontos? Hát meg kell tudni húzni mi az a... Keret? Szabály? Szabály. Hát meg a határokat, hogy meddig engedem, mik azok, amiket még engedek az én életembe. Hogyha amikor jött az utolsó kapcsolatod, ami sokáig tartott, ez egy őszinte kapcsolat volt? Abszolút. Mindenben? Abszolút, kivéve addig, amikor én már azt mondtam, hogy én nem vagyok jól, és nem tudok adni felé azt, amit addig adtam. Tehát, hogy akkor kellett tényleg azt mondani, hogy bocs, te ezt most nem tehetem se veled, se velem. Ő megértette? Igen. És nagyon hálás vagyok. Azóta lett neki egy új kapcsolata? Igen. Igen.
És tök jóba vagyunk, tehát hogy... Igen, ezt mondtad. Igen. Mennyire vagy nyitott egy új kapcsolatra? Most már kezdek. Most kezdtem először érezni azt, hogy szép lassan úgy helyre álltam olyan szempontból, hogy nyitott vagyok. Nagyon sokáig zárkozott voltam. Bezártad a szíved? Igen, de nem is tudatosan, hanem egyszerűen annyira arra fókuszáltam, hogy most ezt hozzam helyre, ami van, hogy nem tudtam, nem voltam képes erre ezzel foglalkozni. Nyilván azért is léptem ki egy kapcsolatból, de az még nagyon fontos volt számomra, hogy addig, ameddig ezt nem rakom helyre magamban, addig nem is akarok, mert én egy olyan kapcsolatban akarok lenni, ahol két teljes ember egymás mellett tud építkezni, és tisztán szeretni egymást, és nem az van, hogy a másiktól várjuk a boldogságot, vagy hogy töltsön be egy olyan űrt, ami nincs, ami hiányzik. Tehát azt nem akarom még egyszer, mert az nem fair. Támaszkodtál a másikra sokáig? Én szerintem igen, elindult egy olyan időszak, ahol én abszolút azt a stabilitásra támaszkodtam, mert semmi másban nem volt. Végül is ez logikus, hogy aki bizonytalan önmagában, az mindig keres egy támaszt valaki másban. Pontosan. És akkor így kialakul az egyik leggyakori függőség, mégpedig a társfüggőség. Így van. És ez nem szabad. Szabad, hát rengetegen ezt csinálják. Nekem nem volt jó így. Az más. Biztonság van, igen. De boldogság egy idő után nem lesz. Persze. Tehát akkor még nem vagy nyitott. Kezdesz nyitott lenni? De most már azért kezdek nyitott lenni. Még szerintem azért van mind dolgoznom, de most már nem az van, hogy mint a lovak így előre, és semmit nem veszek észre, most már azért kezdek nyitott lenni. Ha nem lennél zenész, mivel foglalkoznál? Állatokkal, gyerekekkel, bármi ilyesmi, tehát hogy így konkrétumon nem gondolkodtam soha, mert valahogy nekem a zene mindig része lesz az életemnek, tehát hogy akármi is lesz, de az biztos, hogy vagy gyerekek, vagy állatokkal foglalkoznék. Miben hiszel? Miben hiszek? Az újrakezdésben, meg az erőben, ami abban benne van, meg amit lehet tanulni belőle. És hogyha azt mondják neked a környezet, hogy Linda, ez úgyse fog sikerülni, mit fogsz csinálni? Azt szeretem a legjobban. Az hajt. Mindig így van, mindig ilyen volt. A gyerekkorom óta az úgyse fog úgy sikerülni. Ja, akkor is. Dacból? Majd én megmutatom? Nem feltétlenül dacból, hanem azért mégiscsak egy ilyen hajtóerő, hogy az ad még egy extra löketet, de nem dacból, hanem egyszerűen, na jó van, hát akkor ezt is meg kéne csinálni. Az újrakezdésen túl mibe hiszel még? Szerelem. Szerelem. Az emberekben. Emberek. Ezekben. Igen. És magadban? Most már kezdek. Kezdek. Kalafinta volt a kérdés. Nem, tudtam, hogy sejtettem, hogy erre indul a dolog, az irány, de most már kezdek. Tehát most... Hát tudod, hogyha magamban hiszek, ez az önbizalom jele. Hát tudom. Tehát, de most nem fogok hazudni. De hát hogyne? Hát őszintén beszélgetünk. Így van. Hát ennél fontosabb nincs. Tehát... Mikor lesz az a pont, amikor, persze ez hülyeség ez amikor, mert ezt nem lehet tudni, hogy mikor, de hogy a helyeden leszel önmagadat illetően? Én szerintem ez mindig is egy folyamat lesz. Én nem hiszem azt, hogy lesz egyetlen egy pont, ahol azt mondom, hogy hopp, most már minden a helyén van. Miért legyen így.
Ámen, lehet, hogy mit tudom én, amikor anya leszek. Lehet, hogy amikor mit tudom én, milyen anyagot adok. Én nem tudom, hogy mi lesz az a pont. Annyit tudok, hogy most már nagyon-nagyon-nagyon más a helyzet, mint régen. Tehát egy apró példa. Tehát én voltam ennyi kiló, amikor jött fel, és akkor egy teljesen más kép álltam hozzá. Én bezárkoztam, én nem akartak emberek között lenni, most már teljesen másképp látom, és ebből látom azt, hogy tényleg ráléptem arra az útra, és most már értem, meg fejlődök, mert most már tisztelem a testemet, tisztelem magamat annyira, hogy szeretem azt, ami van éppen. Tehát ez nekem egy nagyon nagy előrelépés volt, ami eddig nem igazán ment. Az eltelt X hónapot, amikor nem dolgoztál, mit csináltál? Sok mindent. Hogy élted meg? Az elején nagyon belehúztam, elkezdtem nagyon-nagyon sok zenét írni, elkezdtem online producerekkel együtt dolgozni, és közösen dolgozni, és akkor csináltam magamnak egy ilyen listát, hogy akkor legyen egy napi rend, tehát hogy felkelek, leviszem a kutyát, megcsinálom a kaját, nem tudom, mit csinálok, aztán edzem, tehát hogy nekem nagyon fontos volt, hogy legyen egy rendszer. Próbáltam minél többet foglalkozni azzal, ami boldogságot okoz, meg ami fejleszt. Sokat olvastam. Aztán jöttek olyan pontok, amikor már nagyon elegem volt, és az a fajta bizonytalanság azért ijesztő. Tehát azért mi zenészek már majd lassan másfél éve nem dolgoztunk. Az a része nagyon ijesztő tud lenni, de mindig akkor is próbáltam pozitív maradni, hogy úgyis lesz valahogy, minden oké lesz, minden rendben lesz, inkább haladjunk, dolgozzunk. Elkezdtem egy színdarabot újra musicalbe szerepelni. Nyilván nem tudtuk előadni, de viszont legalább próbáltam, és csináltunk dolgokat. Úgyhogy nekem fontos volt, hogy aktívan tartsam magam. Mi volt a legnehezebb? Szerintem ez se vélete, egyedül végigcsinálni. Tök egyedül voltam. Végig a kutyámmal, de egyedül. Úgy is, amikor beteg lettem, én el is kaptam ezt a fránya vírust, és azt is végig kellett csinálnom egyedül. De túléltem, és itt vagyok. Ezek szerint van dolgod. Van. Van. Nehéz volt? Egyedül végigcsinálni? Hát, amikor megfertőzöttél. Ja, hogy maga a vírus? Aha. Igen. Igen. Az elején nem gondoltam, hogy gáz lesz. Elment a szaglásom, ízlelés, pici migrénem volt, picit fájtak az ízületeim. Aztán pár nappal később jött az, hogy minthogyha egy elefánt ülne a mellkasomon, tehát hogy iszonyú volt, tehát egy rendes mély levegőt nem tudtam venni. Az a része ijesztő volt. Hál' Istennek, úgy a legrosszabb része az 12-13 nap volt, és utána már úgy rendben voltam. De hát vannak azért szövődményei, még most is. Abszolút. Mi? Mert tüdőm még mindig nem állt helyre teljesen, még mindig vannak ilyen alvászavarok, fáradtság, az még része, úgyhogy bízom benne, hogy hamarosan helyre jön. Nehezen alszol el? Nagyon. Nagyon. Meg fel is kelek, tehát hogy másfél-két óránként fönt vagyok. Megcsapott az elmúlás szele? Úgy érzed? Oké. Hát amikor valami így váratlanul jön, és orba szájba megy a médiába, hogy ennyi ember halt meg. Én nem hittem azt, hogy én ebbe belehalok. Tehát, hogy nem, ettől nem. Valahogy mindig tudtam, hogy ezzel nem lesz így gondom. Nyilván tudtam, hogy nem egyszerű, meg rossz volt, de nem volt bennem egyszer sem az, hogy én most itt meghalok. Szerencsére. Úgyhogy. Tehát önbizalmat hogy lehet fejleszteni? Hát az az igazság, hogy nekem az lett most a taktikám ilyen szempontból, hogy csak arra mondok igent, amit úgy érzek, hogy engem fejleszt, engem, amitől előre haladok, amit én élvezek. És akkor visszakapod azt a fajta érzést. Tehát nekem az a fő célom, hogy visszajöjjön az a fajta
tisztaság, meg naivitás így a zene iránt. Az mi az a naivitás a zene? Amit éreztem, én nem tudom, hogy rossz szavakat használok, de amit én éreztem fiatal koromban, amikor én elkezdtem énekelni. Lehet, hogy az csak tisztaság. Akkor tisztaság, köszönöm szépen, ezt a szót kerestem. Mm. Akkor tisztaság. És nekem ez a célom most, és azáltal, hogy visszajön az öröm, emiatt, ezért sokkal jobban tudok fejlődni önbizalom szempontjából is. Uh-huh. Úgyhogy elképzelek, te hány éves korodban kezdtél énekelni? Hát énekelni elkezdtem elvileg babakorom óta. De és amikor már felléptél, bocsánat. Hát 13 éves voltam, amikor a Carnegie Hallba énekeltem, és Magyarországon meg szerintem 16-17 voltam, amikor elindult a karrier. Hogyha visszagondolsz a 13 és 16-7 éves Lindára, igen, mostanival szemben, uh-huh, az a 13 vagy 17, miben volt több? Lehet, hogy ez furcsa itt mondani, mert ez egy kettősség. Abban volt több, hogy még nem volt fogalma a szakmáról, és ezért tisztán tudott állni így a zenéhez. De közben úgy érzem, hogy ma sokkal több vagyok, pont azért, mert átéltem dolgokat, mert megértettem dolgokat. Ez tény, tehát, hogy ez tény. Tapasztaltabb lettél. Tapasztalt, így van. De a tisztaság, a gyerekek tudnak, hm? Úgy igazából tisztán szívvel hozzáállni és a nincs dolgokhoz. Félelem akkor. És olyankor nincs félelem. Igen, ez olyan, mint a kisgyerekek, akit látunk síelni. Ugye még életükben nem estek még el, és úgy mennek, mint a golyók. Amikor már estél egyszer-kétszer, akkor már nem úgy mész le. Lehet, hogy itt lenne a megoldás, hogy annak ellenére, hogy elestél, utána, hogyha silécre állsz, akkor ugyanúgy menjél tovább? Abszolút. Tehát visszafelé már nem tudunk menni, menjünk tovább. Visszafelé nem, de ugyanolyan lendülettel. Abszolút. És ezen vagyok most. Lehet, hogy ez valójában hit kérdése? Ez jó kérdés. Volt bennem egy ilyen sokáig, de most már megvan újra. Tehát, hogy én elveszítettem egy időre, úgyhogy igen, van benne valami. Miért hagytad, hogy elveszítsd? Erre nem tudok válaszolni. Tehát, hogy én nem tudom. Tehát sok pofon. Nyilván ilyenkor kéne, hogy legyen a legerősebb a hitünk, csak hát emberből vagyok, és fiatal lány voltam, és egy nagyon-nagyon kemény szakmában, mint nő, azért ez nem mindig egyszerű, és néha vannak ilyen ingadozások. Uh-huh. Hát nem akartam hagyni nyilván, így alakult. Uh-huh. Tehát akkor visszatért a hited? Igen. Igen. Akkor te énekesnő vagy? Igen. Uh-huh. Nőből? Uh-huh. Ha belegondolsz a női létedre, mit emelnél ki nőként? Erő. Meg? Harmónia? Igen, erő, harmónia. Az szeretet. Erő az fontosabb, mint a harmónia? Nem, nekem az is nagyon fontos volt, hogy ezt a egy picit átváltoztassam magamban ezt a harcos énemet, mert igazából nem szeretnék életem végig harcolni, tehát hogy szeretném, hogyha most már tényleg harmóniában működne minden az életemben, de az erő az nagyon nagy példa volt az életemben mindig, anyukám miatt is, úgyhogy mert? Hát ő egy eszméletlen nő, tehát ő ugye petefészek és ményakrákkal küzdött, kint kezelték Amerikában, minden műtét meg volt kemoterápia, és így is azt mondták, hogy kevesebb, mint 13% túlélés. Soha egy szava nem volt. Soha nem szenvedett, hogy miért én, vagy bármi. Minden nap felkelt, új parókát vett fel, és elment dolgozni. És amikor megjött ez a hír, akkor mondta azt az anyu, hogy akkor én otthon szeretnék. Milyen hír? Hogy kevesebb, mint 13% így is, hogy minden kezelés után. És akkor jöttünk Magyarországra, és úgy volt eredetileg, hogy csak egy évet leszünk itt, mert ennyi időt adtak az anyunak.
És azt látni, hogy semmilyen kezelést nem kapott itthon az anyukám, de napról napra erősebb és erősebb lett, és ahogy ő kezelt ezt az egész szituációt, és az egész családot összetartotta, tehát ő egy csoda, egy csoda. És az én szüleim folyamatosan megmutatták azt nekem, hogy milyen az, hogy újra és újra fölállni. És erre azért büszke vagyok, hogy ezt képes voltam megtanulni és elsajátítani. Édesanyádnak akkor volt önbizalma? Akkoriban erről nem beszéltél vele? Nekünk később alakult ki annyira szorosra a kapcsolatunk, mint most. Tehát ő még az elején egy nagyon zárkozott típusú ember volt, nem sok mindent lehetett tudni. Ő később mondta azt el, hogy mit érzett akkor, meg mi volt. Önbizalomról nem beszéltünk, egyszerűen ő hitte azt, hogyha otthon van, a hazájában, akkor ő helyre jön. És igaza is lett. Uh-huh. Úgyhogy... Látod, lehet, hogy ebből a szempontból nem is a hazájában a fontos, hanem az előbb beszéltünk a hitről. Igen, a hit. Igen. Hittel hegyeket lehet mozgatni. Abszolút. Így van. Akkor mi nem hiszel önmagadban maximálisan? Hiszek, csak ahogy mondtam, vannak olyan napok, de amikor... De miért van csak? Mert ez egy folyamat. Mert ez egy folyamat, mert nem egyszerű. Dehogy nem. Ja, jó, akkor már hiszem. Nem, mindent. De nem úgy. Nem úgy. A legtöbb ember azt hiszi, hogy ez egy bonyolult folyamat. És a legtöbb ember egyet felejt el, hogy amikor a bonyolult folyamatban valaki elkezd egy lépést megtenni, az csak egy lépés. Igen. És az első lépés után jön a második, a második után a harmadik. De az összes lépés csak egy lépés. Igaz. És akkor egy lépéstől én miért féljek? Hát én nem félek egy lépéstől. Az miért már bonyolult? Számtalan lépést megtettem. De az miért bonyolult az de egy nem lépés? Bonyolult, nem, nem bonyolult. Nem bonyolult. Nem bonyolult. Nem, abszolút nem. Na, jó, oké. Okay. Te mihez kötöd az, hogy jól érezd magad? A testi kilókhoz? Hanem mihez? Nekem a belső, tehát a belső dialógus, ami belül van, ami az én kreativitásom, ami az én boldogságom, a szeretet, ami bennem az a fontos. A többi az már rég nem érdekel. Mm-hmm. Igazad van. Abszolút igazad van. Jó. Az a helyzet, hogy amikor valaki megfogalmazza azt, hogy nehezen tud nemet mondani, akkor van még egy fejlettebb mondat. No. Ami legközelebb, amikor ilyenkor ilyen helyzetbe kerül, és hogyha ez eszébe jut, akkor megfelelően tud dönteni. Na. A nehezen tudok nemet mondani helyett, lehet azt is mondani, hogy gyáva vagyok nemet mondani. Oké. Okay. Legközelebb, amikor jön egy ilyen szitu, mert tudod, érdekes ez a nehezen mondok nemet. Itt van egy kis kibúvó, hogy a nehezen mondok, de néha igen. És a legtöbb ember kesztyűs kézzel bánik saját magához, még akkor is, hogyha eldöntötte, hogy ő őszinte lesz. De hogyha ezt megfordítod, és mint amikor annak idején, amikor tanultál énekelni, gondolom a tanáraid felhívták a figyelmedet, hogy hát ez nem volt jó. Ja, persze, hogyne. De nem azt mondták, hogy hát... elmegy. Hát nem. Hanem azt mondták, hogy nem. Nem jó. Jó, igaz, újra. Igaz, igaz. Tehát most gondoljál bele, hogyha azt mondod, hogy én gyáva vagyok nemet mondani, jön a szitu legközelebb, és eszedbe jut, hogy valójában két lehetőségem van. Az egyik, hogy gyáva leszek, vagy beleállok. Abszolút. De én ezt inkább kibővíteném, hogy ilyen, mindig ilyen döntésképtelenség, tehát hogy nem mertem döntéseket hozni. Gyáva voltam döntést így hozni. Így van, de hát ez nagyon sokat változott, tehát hogy én azért nagyon komoly döntéseket hoztam az utóbbi pár évben, pont ezért, mert úgy voltam vele, hogy most már azért nem vagyok gyerek, bele fogok állni. Tehát, igen. Hogy igen.
Így van. És onnantól kezdve, hogyha én tudom, hogy a gyávaságot nem kitépni kell például, mint akár egy emberi hiányosságot, hanem elfogadni. Mert hogyha elfogadom, innentől kezdve legközelebb tudok majd választani. Melyiket választom? Olyan lesz az önbecsülésem. Pontosan. Ez igaz. A megoldások mindig egyszerűek. Azt vettem észre, hogy az ember minél inkább fejlettebb az agya, vagy fejleszti az agyát, vagy tanultabb, pontosabban, az önbecsapás annál fejlettebb. Igen. Az okos és a művelt ember okosan csapja be magát. Nem mondott. Állítólag. Jó van, oké. Van ez így néha. Ja. Az a tetoválás, az mi? Ja, ez? Mutattál? Aha. Love. Szerelem. Love. Igen. Hogy kezdődik a love? Hogy kezdődik? Aha. Úgy, hogy nyitottak vagyunk. És magunkat szeretjük. Ez az. Kedves urak, hölgyek, ez az igazi, mert hogyha én magamat tisztelem és becsülöm, akkor és még nyitott is vagyok, mint ahogy a Linda mondta, az összes eddigi ellenére a megújulásra, akkor, ja, és nem keresem. Nem szabad keresni. Nem keresem, hogy jöjjön. Nem rohanok utána, mert hogyha rohanok, akkor már görcsös leszek. Ha görcsös leszek, akkor leakasztom az elsőt. Tehát urak, hölgyek, ilyenkor még sokat számít a türelem is. És legfőképpen a hit önmagukban. Hát a mai maflás az erről szólt, fogadják szeretettel majd Király Lindát, szép estét és vigyázzanak magukra, és neked köszönöm szépen, én hogy köszönöm. Itt voltál.